Köszöntöm nézőinket, ifjú Csontos Györgyel beszélgetünk, hiszen a nyár az a fesztiválok időszaka, és a birkafőzők is járják a országot, és népszerűsítik a karcagi birkapörköltöt, mely hungarikumát. Merre jártak mostanában? Köszöntöm én is a nézőket. Szerencsére sok helyen járt az Egyesület, ugyanis ez a hungarikummá vált birkapörkölt már olyan érdeklődésre tett szert, hogy mindenfele keresnek bennünket, hívnak. Különböző fesztiválokra, ugye a nyár erről szól. Az elmúlt hétvégén is például, hogy a teljesség igénye nélkül tudjak erről beszélni, mert nagyon sok helyen voltunk, Szegeden volt az egyik csapatunk, ahol bemutatkozhatott szintén a karcagi birkapörkölt, ez is egy hungarikum fesztivál volt, ahol úgy értesültem, hogy nagy népszerűsége volt ennek az ételnek, de csak a karcagiak által főzött birkapörköltnek, hiszen volt ott más is, aki próbálkozott vele, és szerintem még mindig próbálkozik, mert nem nagyon fogyott. De akkor ez érdekes, hogy a Halászlé városában egy birkapörkölt mennyire népszerű. Ez a birkapörkölt, mint mondtam, egyre népszerűbb Magyarországon és az ország határokon kívül is. Fölhívta a figyelmet szerintem egyrészt a hungarikum védjegy, úgymond, valamint sokan kóstolják, a fesztivál elviszi ennek a hírét mindenfele, és érdeklődnek ezután az étel után, és azt gondolom, hogy nem is csalódnak ezek az emberek, hiszen visszatérő vendégeink lesznek, valamint barátainkat is köszönhetünk már közöttük. Mezőköves már volt, Matyóföld már volt vendége a Birkafőző Fesztiválnak is, úgy tudom, hogy most önök is ott vendégeskedtek. Igen, jók az értesülések. Matyóföldön volt a másik csapatunk, akartam mondani, aki szintén ezen a hétvégén vett részt ezen a Matyó népünnepélyen, és ott is nagy sikere volt ennek az ételnek, és mint az előbb említettem, hogy barátokra lelnek a birkafőzők, már onnan hívtak bennünket, hogy merre vagyunk, miért nem mentünk többen, és azt gondolom, hogy ott is nagy népszerűséggel zajlott le ez az esemény. Két taktársunk volt, akik beleadtak apait, anyait, és méltán népszerűsítették ezt az ételt. Úgy tudom, hogy önök határon túlra is eljutottak nem régen. Eljutottunk, most éppen nem tudom, hogy melyikkel kezdjem. Sokfele voltunk. Én a családommal tudom azt mondani, hogy az elmúlt hétvégén voltam egy, fölvezetném onnan, hogy az amerikai kapcsolatokból rengeteg barátra leltünk, hiszen az ott megjelent több mint 100 magyar résztvevőből most jönnek azok a felkérések, hogy az egyik is nősül, a másiknak is van valamilyen eseménye, és most egy olyan néptáncos lakodalmon vettünk részt, Szerbiába, Kishegyesen, amiben még nem volt részünk, 270 főből állt a násznép, és ezek az emberek is már nagyon várták ott Szerbiában a karcagi birkapörköltet. Volt beharangozása, ezt biztosan tudom mondani. Rengeteg ember volt, és mindenki különböző kis apró beszélgetésekre, de odajött, és átbeszéltük azt, hogy az ő szülei mondjuk karcagról érkeztek oda ki Szerbiába, és ők ismerték ezt az ételt, de a nagymama 90 éves, hadd vigyenek neki egy kis tállal, mert minden álma ez. Úgyhogy nagy élmény volt ez is. Azért itt a közelben is lehetett kóstolni karcagi birkapörköltöt, hiszen Tisza Virág Fesztivál. Azért láttunk a halászlé főzőversenyen is, akik próbálkoztak a karcagi birkapörkölt elkészítésével kisebb-nagyobb sikerrel. A Tisza Virág Fesztiválon volt jelen Kolostyák Gyuszi barátom, az egyik taktársunkkal, és ott is a koncertek közepette népszerű volt ez az étel. Reggel indultak ezek a fiúk, és ott megmutatták, hogy milyen is ez az étel. Nagy sikere volt ott is, és oda is hívtak vissza bennünket, hogy legközelebb is vegyünk részt ezen az eseményen. A magyarok kenyerének a begyűjtése kenderesen volt, ahol mi is jelen voltunk. Láttuk, hogy a karcagiak sátrát, hiszen sok-sok ételt meg lehetett ott kóstolni, de ott voltak a karcagiak, az ő sátruk az soha nem volt üres, tehát mindig keres voltak, akik. Mikor készül el, lehet-e már kóstolni? Tehát azt hiszem, hogy ez is egy határon túli rendezvény volt, hiszen ott is nagyon sok testvértelepülés jelen volt. Ez az Agrárkamara rendezésében került
végrehajtása az esemény, ahol természetesen a karcagi birka volt szintén jelen, fő attrakcióként, mint étel, és ott édesapám Kolostyák Gyuszival mutatta be, valamint taktársunk volt még Szűcsimi, akik főzték a birkákat. Azt hiszem, hogy 10 pár birka bánta ezt az eseményt. A magyarok kenyere mellé kellett a karcagi birkapörkölt is. Amire utaltam, az a halasnapok volt, ahol karcagi főzők nem voltak, de voltak, akik próbáltak karcagi módon főzni birkapörköltet. Hát mi megkóstoltuk, nem igazán a karcagi ízeket éreztük. Ezt most akkor én csak hallgatom, mert erről pontosan nem tudtam. Annyit tudok, hogy nagyon sokan megpróbálkoznak ezzel az étellel. Én ennek örülök egyrészt, mert ami jó, csak azt lehet másolni, utánozni, vagy esetleg megtanulni. Jó dolog ez. Több-kevesebb sikerrel tudják ezt azért véghez vinni, de azért a kitartó emberek talán majd sikerre jutnak, és higgyék el nekem azt, hogy nem szabad ezt túl bonyolítani. Ez az étel csak és kizárólag az alapvető fűszerekre épül, ami a pusztában a pásztorember tarisznyájában elfért. Ez a, hogy nem mondjam el, de mégis elmondom, a hagyma, a paprika, a só, a zsír, és természetesen bele az állat, a birka. Ezt kell jól, jó ízűen, száj íznek megfelelően elkészíteni, hogy ez azért mindenkinek ízlésére legyen, legyen az gyerek vagy felnőtt. Sokan kérik azt tőlünk, hogy ne legyen csípős, vagy legyen csípős. Azt a középutat kell eltalálni, ami minden ember számára megfelelő, de természetesen ez nem egy tejbegríz, ennek karakteresnek kell lenni, oda kell tenni azt az ételt, úgy az asztalra, hogy az emlékezetes legyen. Reméljük, hogy sok-sok emlékezetes pörköltöt készít még az Egyesület minden tagja. 20-a kapcsán tudunk-e már valamit, hogy merre lesznek, hol főznek? Sokfele hívtak bennünket, augusztusi hónapban is, Badacsony-Törnemicen lesz egy csapat, aki 10 birkát fog megfőzni. Budai várba hívtak bennünket, ott is lesz egy Hungarikum fesztivál, Százhalombatta az augusztusi hónapban, ott is 2 birkát kellene megfőzni. Tavaly voltunk jelen, nagyon várnak vissza bennünket, kicsit szabtunk nekik feltételeket, hogy mik az igényeink, ugyanis tavaly nem volt úgy beharangozva ez az esemény, mint ahogy kellett volna. Lehet, hogy általunk lesz most népszerűbb ez a rendezvény, meg kell szervezni valamit ahhoz, hogy a karcagi birkapörkölt oda menjen, hiszen nem nagy képűség azt mondani, hogy sokfele hívnak bennünket, de olyan helyekre kell elmennünk, ami viszi tovább a mi hírünket is, és természetesen az övéké is nő ezáltal, de ilyen kezdő rendezvények, ahol nincs jól megszervezés, nem a kezdő sem van a hangsúly, hanem a nem jól megszervezett rendezvényeket, azt gondolom, hogy most még kihagyhatjuk. A karcagi rendezvények azok nem ilyenek, tehát azért reméljük, hogy jut energiája a csapatnak arra is, hogy helyben is itt maradjanak 20-án is, és még a következő nagy rendezvényeken is. Én azt kívánom, hogy sok helyen tudják még megmutatni a karcagi birkapörköltöt. Mi is azt szeretnénk, hogyha minél több helyen, de azt gondolom, ennél több helyen már nem lehet jelen ennyi ember. 43-44 főből áll ez az egyesület, és olyan sok helyre kell mennünk, hogy nem győzzük. Természetesen vannak aktívabb és inaktívabb tagok, de őket is ezáltal csak arra tudjuk buzdítani a sikereink révén, hogy menjenek, érdemes, szeretik ezt az ételt, nagyon kíváncsiak rá, és ezáltal tud népszerűsödni, hogyha megjelenünk különböző helyeken, és mi tesszük is ezt. Köszönjük szépen! Én is köszönöm!